Sziasztok drágáim, és üdvözlök benneteket újra a csatornámon. Ez egy karácsonyi videó lesz, egy karácsonyi tag videó, amit Karin is meg fog csinálni a csatornájában, nézzétek meg ott is. Megjöttél? Hey, szia! Nem szabad. Ha akarsz maradni a videómban, akkor itt le kell ülni nyugodtan, és akkor legyen jó kislány, ide kis játékod. Most olyan érdekli minden, mert hoztam nektek valami szépet is, hogy mutassam. Ó, milyen jó kislány le is ült ide. Na ügyes, bravo, bravo, Judita, bravo. Na szóval, ez egy olyan videó lesz, ahol ilyen karácsonyi kérdéseket fogunk válaszolni, én is, meg Karin is. Ugyanezt a videót megtaláljátok Karin csatornáján is, mert rendeltünk egymásnak ajándékot, kisebb dolgokat a Notino oldaláról, és bemutatjuk nektek a reakciónkat, és persze azt, hogy mit is rendeltünk egymásnak, ami szerintem nagyon érdekes. És nagyon jó dolgot találtam neki, szerintem bejött neki, amit találtam, és nekem meg nagyon bejött, amit ő talált nekem. Voltunk most utoljára Pesten Karinnal, meg anyáékkal, bementünk a Tesco-ba, és vettünk magunknak, én is, meg Karin is, ilyen muffin sütőformákat. Ami eszembe juttatja az, hogy fogok nektek mutatni egy muffin receptet ebben a videóban, ami lehet egy jó kis karácsonyi desszert, ami nagyon hamar megvan, és azért vettem ezeket. Ilyen kis gingerbread emberke, és egy ilyen kis rénszarvas, ami szerintem annyira cukik, annyira jól néznek ki, és nagyon fel tudják dobni az ilyen muffin készítést. És ezekben csináltam muffint, amit meg fogok nektek mutatni, hogy készült. Jó, így. És csomagoló papírokat, amiket vettünk a Pepco-ból. Igen, az egyik a Pepco-ból. Kettő van a Pepco-ból, és egy meg az itteni bevásárlóközpontból, az Auchan-ból. Vagy Carrefour? Azt hiszem Carrefour, igen. Mutatom a Pepco-sokat. Ezt Karinnak vettem, mert ő mondta, hogy szeretne magának egy ilyen tiszta, tudjátok, ez a papír szín. Ez a klasszikus. És én vettem még egy ilyen nagyon kis cuk, ilyen kis karácsonyfa, csillagok. Nagyon szép a Pepco-ból, igen. Szóval ez a kettő Pepco-s. És akkor van ez az egy, ez a Merry Christmas, jaj, ez meg a kis cuki pofa. Ez meg az Auchan-ból van. Nem, Carrefour, bocsánat, a Carrefour-ból. Jó, ezeket akartam elmutatni nektek, akkor csináljuk is meg a karácsonyi tag kérdéseket most, és akkor a végére bevágom nektek a muffin sütést. Kérdés, csomagoló papír vagy ajándéktáska? Hát, figyeljetek, én ezzel úgy vagyok, hogy mindkettő. De talán a csomagoló papír. Jobban szeretem azt, amikor én kell becsomagoljam az ajándékot, én kell formázzam, én kell rátegyem a maslit. Nekem ez úgy jobban bejön, de amúgy nagyon-nagyon sok ajándéktáskát láttam, amik gyönyörűek, annyira szépek, annyira aranyosak. Szóval mindkettő, de mégis inkább 51%-ban, hogy mondjam így, a csomagoló papír. Igazi fa vagy műfa? Ez a második kérdés. Hát itt Bukarestben műfánk van. Otthon mindig igazi fa szokott lenni. Szeretem az igazi fát, nem fogok hazudni, szeretem az illatát, meg maga az, hogy igazi fa. Gyerekkorunkban is mindig igazi fánk volt, és ez úgy megmaradt bennem gyerekkorról, de Bukarestben mindig műfánk volt, és hát mindkét párti vagyok, inkább úgy mondanám. Mikor díszíted fel a fát? Ez a harmadik kérdés. Hát Bukarestben ez már megtörtént, egy hete kb. Azaz december elején. Otthon felszoktuk díszíteni karácsony előtt egy pár nappal. Úgy csináljuk a dolgokat, hogy otthon legyünk mind, és egyszerre díszítjük fel. Én, Karin, apa és anyám. Szóval ez attól függ, hogy mikor vagyok én is otthon, Karin is, de úgy szoktuk csinálni, hogy mindig karácsony előtt egy-két nappal ez a fa már díszített. Mikor bontod le a fát? Hát a fát azt minél később szoktuk lebontani, ami igaz, mert nagyon szeretjük a karácsonyfát, nagyon szeretjük a díszeket, a kis világításokat, szóval tényleg minél később. Nincs egy pontos dátum, mikor szoktuk, amikor úgy van rá a kedvünk, amikor már tényleg lejárt az ideje a dolognak, de minél később ez a válasz, minél később. Szereted a tojáslikőrt? Hát, nagyon. Nem nagyon szoktunk kinni a családban, szóval nem is volt szerintem soha az asztalunkon tojáslikőr, hogy őszinte legyek. Melyik a legkönnyebb ajándékot venni? Hát ez Karin lenne, mert azért nagyon jól ismerjük egymást. Igen, Karinnak.
Karinak, mert Karinak tudom, hogy mindig tetszenek a kis csecsebecsék, a kis szép dolgok, a finom illatú gyertyák, szóval neki nem olyan nehéz ajándékot vásárolni, és mutatom is, hogy mit rendeltem neki a Notino oldaláról. Nagyon szuper kis ajándékcsomag érkezett a Notinóról, és tényleg alig várom, hogy lássam, hogy mi van benne. Lássuk. Nagyon szép ez a kis díszcsomagolás. Úristen, nem hiszem el! Látjátok? Igen! Tudod, hogy mi kell a tesóknak? Egyébként ez a kedvenc beauty blenderem, és nem tudom már hányat rendeltem ugyancsak a Notinóról. Itt most meg kettő van, ez a Real Techniques-nek a... hát ilyen kis szivacs, végül is ezzel szoktam alapozni, de szerintem már láttátok nagyon sokszor, mert tényleg ezt használom videóimban is. Ez nagyon jól jön, mert amin van, az már picit lyukas, meg minden baja van. És itt van egy... White Barn Candle gyertya. Jézusom, de gyönyörűséges, ilyen bronzos színe van, és felül pedig márvány. Nem tudom, mennyire látjátok. Copper Coconut. Teljesen kikészültem. Ennél jobb illat. Annyira jó. Úristen, gyertyákkal engem meg lehet venni. De komolyan mondom, bárki bármikor engem meg szeretne lepni valamivel, gyertyával, jó? Mert annak mindig nagyon örülök. Gyertya őrült vagyok, és az ilyen nagyoknak meg különösen örülök, mert ezeket nem olyan könnyű beszerezni, mármint tudjátok, ez jól is néz ki, de illata is biztos, hogy szuper, amikor ég. Tehát, hogy van. És akkor lássuk a másikat. Jaj, mi ez incus? Ez egy parfüm. Ez pedig egy kerasztáz. Essential Revitalizing Balm, Scalp and Hair. Nagyon eltaláltam, hogy egyébként a parfümöt azért találta el így a kategóriát, mert amúgy parfümöt magamnak nem annyira szoktam vásárolni, tehát nem gyakran vásárolok, és nem vagyok az a parfümbolond, de ez a Gucci Bloom, amúgy azt hiszem, hallottam már róla, hogy nagyon-nagyon fincsi, nem is tudom, valamelyik barátnőm, mintha használná. Wow, köszönöm szépen, Incus! Nagyon! Ó, de szép! Nézzétek már meg, de gyönyörű! Nagyon-nagyon tetszik az illata, de most komolyan mondom, hogy nagyon tetszik ez az illat. Nagyon érdekes, de nagyon-nagyon jó. És érzem, hogy picit most, mintha erős lenne, de úgy el kell szállnia ahhoz, hogy így a... nagyon tetszik! Köszönöm szépen, Inci! És itt van még egy ilyen nagyon jónak kinéző, ezt még nem használtam, balzsam, hajbalzsam egyébként. Ami sosem árt, ugye, mert balzsamot azt minden egyes hajmosáskor használok, és ha valami különösen jó, akkor annak örülök. Jól néz ki egyébként, nagyon nézzétek csak. És szagmintát vennem kell. A parfümnek nagyon-nagyon örülök. Nem hazudok, esküszöm, annyira jó ennek az illata, hogy nem tudom elmondani, hogy mennyire jó. Na, alig várom, hogy kipróbáljam. Köszönöm szépen, Incus, és köszönöm szépen a Notinónak a lehetőséget, nagyon-nagyon örülök. Jaj, de szépen van csomagolva. Mutatom. Ó, de mi van itt, lássuk. Shower gel, tutti dolci. Nem tudom, de nagyon megtetszett így első ránézésre. Golden Honey Praliné. Igen, úristen! Szaglászuk. Szaglászuk. Jaj, de jó! Ezt nézd meg! White Bar, ez az, amire gondolok. Igen. Igen, gyorsan az illatot leírom. Ilyen férfias. Kicsit igen. Maszkulin. Azért rendeltem, mert nagyon hozzávillő. White Bar. Mahogany Teakwood. Jaj. Yes. Jaj, de jó. Köszi, tesó. Akkor ezt eltaláltam. És van még egy Yankee Candle, ezt mindig akartam, hogy egy Yankee Candle igen, magamnak. Igen, van Anantino Yankee Candle. Oh, Wedding Day. Yes. Direct set, amit rendeltem neked, mert tudtam, hogy jaj, szeretnél. De jó, nincs ilyen, hogy ilyen most mindenből felújítok, úgy érzem.
Ez mi? Ez a highlighting powder palette. Mert tudom, hogy szereted a highlightet sokszor használni. Ú, de jó lesz. Bonsilásuk. Ú, hát ez nagyon szükséges volt. Új, ez nagyon. Ez mindig jól jön. Lássuk. Wowzi! Ugye? Wow! Szerintem nagyon jó mindegyik neked. Nagyon szép! Abszolút. És akkor persze, hát igen. Rendeltem neked ilyen OP vagy OPI? OPI, én mondom, két körömlak, szuper. Köszi! Szívi! Köszönjük szépen a Notinónak! A legnehezebb karácsonyi ajándékot venni. Hát ez apa meg anya lenne. Sose tudjuk Kárinál, hogy mit vegyünk nekik. Sapka, kesztyű, sál, táska, szóval tényleg ők nekik a legnehezebb karácsonyi ajándékot venni. Kedvenc karácsonyi film, ez Home Alone-t lenne, Kevinnel, tudjátok biztos, hogy milyen filmre gondolok. Ez minden évben megy a tévében, és minden évben nagyon szeretem nézni, szóval ez lenne a kedvenc film. Kezdesz vásárolni? Hát a vásárlás az elég kicsi szokott elkezdődni nálam, mert nem tudom, hogy kinek mit vegyek. Kárinon kívül, meg Florinon kívül amúgy. Elég későn szokott elkezdődni nálam ez a procedúra, de elég hamar szájba vágom a dolgokat, nem szeretek sokat a boltokban lenni, szóval december közepe lenne a helyes válasz szerintem. Ajándékoztál már tovább karácsonyi ajándékot? Ez lenne a következő kérdés. A válasz pedig nem, mert szerintem amit kapok, azt tényleg az ember nekem szánja, kigondolta, hogy mit kéne nekem venni, és ezt mindig megtartom, nem ajándékozom tovább, mert szerintem mindenkinek más ajándék illik, és szerintem ez nem szép dolog tovább ajándékozni a saját ajándékomat. Kedvenc karácsonyi étel. Na hát ez a szituáció, hogy karácsonykor mindig van halászlé, meg hal. Én a halászlevet meg a halat nem szeretem, nem szoktam enni soha, és ilyenkor Ágicám szokott nekem csinálni rántott húst csirkemellből, piros káposztával. Ez az én karácsonyi menüm, ezt nagyon szeretem, és minden évben megcsinálja nekem a kis drága Ágicám. Színes vagy sima fények? Hát a háttérben, mint látjátok, sima fény van, de a karácsonyfánkon Bukarestben színes fények vannak, majd fogjátok látni a díszítős videóban, a kis klipben, amit be fog nektek vágni. Ott színes, szóval mindkettőt szeretem, nem tudnék választani a kettő közül. Elutazol karácsonykor, vagy otthon maradsz? Ez a következő kérdés. Mi mindig otthon vagyunk karácsonykor, nem is tudnám másképp elképzelni a karácsony, mint hogy otthon legyünk apáékkal, Florinnal, családdal, szóval mindig otthon vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Remélem tetszett ez a karácsonyi tag videó. Ha gondoljátok... Megvadul. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Remélem tetszett ez a karácsonyi videó egy kis csavarral, ebben a kis ajándékkibontós videóval. Sütéssel és karácsonyfa díszítéssel. Írjátok meg ti is kommentben ezekre a kérdésekre a válaszokat, ha van kedvetek, hogy én is lássam, hogy ti mit szerettek és hogy szerettek a karácsonyban, és találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok! Rumaságyok!
megpróbálsz a gyilló?